Koncertet kaptak karácsonyra a hívek Lúci Tamás római katolikus esperes plébánostól. Sokáig a megyeszékhelyen élő és szolgáló atya jól ismeri a miskolci szimfonikus zenekart, így meghívására elvállalták, hogy az ünnepek előtt megörvendeztetik a sátoraljaújhelyi közönséget is muzsikájukkal. Ajándék egy ingyenes koncert, amelyre nagy szeretettel vártunk mindenkit, és ahogy itt körbenézek, pár pillanattal a kezdés előtt úgy látom, hogy sokan meghallották ezt a hívószót, hiszen egyetlen üres hely sincsen, és nagyon nagy örömmel köszöntöttük a fesztivál kórust is Kisvárdáról, és a szimfonikus zenekart is Miskolcról. A Miskolci Szimfonikus Zenekar és a Kisvárdai Fesztivál Kórus ezt a repertoárt egy nappal korábban Kisvárdán is bemutatta. Két kortárs műfeldolgozásával készültek idén az ünnepekre, hangzásukban nagyon mai, mégis ünnepélyes hangulatot teremtettek velük a koncerten. Tóth Péter, ő egy miskolci születésű zeneszerző, aki jelenleg Szegeden, a Szegedi Tudományi Egyetemen tanít, és őnek a karácsonyi kantátáját fogjuk előadni, illetve Carl Jenkinsnek a Glória című művét. A kisvárdai énekkarok tagjai több hónapja készültek már a karácsonyi fellépésükre. Vezetőjük Faragó Sándor igyekezett olyan darabokat választani, amely a Szent László Kicsinyek kórusa tagjainak és a felnőttekből álló fesztivál kórus énekeseinek is megfelelőek. Ez több kórusból adódik össze, ez a fesztivál kórus, amiből hármat én vezetek, és ilyenkor karácsonykor összeverődik az összes társaság, illetve a gyerekkar a Szent László iskolából tanítok, ők egy állandó mag, velük már augusztusban elkezdtem a készületet egy nyári tábor keretében. Kisvárdán nagy hagyománya van a kóruséneklésnek, a Szent László Kicsinyek kórusának köszönhetően pedig az utánpótlással sincs problémájuk. Ez egy élmény, mindig is együtt énekelünk, és ez nekem nagyon-nagyon nagy élmény. Együtt vagyunk mindig, és hát jót szórakozunk, és ezek a fellépések, hát nagyon szeretjük, mikor együtt éneklünk a nagyokkal is, meg a zenekarral is. A koncert zárószáma néhány ismert karácsonyi dal volt, Faragó Sándor hangszerelésével kiegészítve.